élt vizének. Valaki mondja meg a hosszú évek, miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt? Valaki mondja meg, hol maradt? Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőinket, és köszönjük szépen, hogy a Víziterápia 84. adásán is velünk tartanak. És hát nagy tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, régió barátomat, Ambrus Tibor tanár urat. Én is nagy tisztelettel köszöntöm a McKenzie televízió nézőit, illetve akik a Víziterápiát rendszeresen nézik. Lassan már közeledik a műsor a 100. előadáshoz. Tehát ez igen. Szép dolog. Igen, úgy képzelem el, Tibor, hogy délután leültem jegyzetelni, hogy miről is beszélgessünk, és akkor jöttek a gondolatok, jöttek, hát mondom, 2-3 oldalt simán tele tudok írni, és akkor félúton abba hagytam. Igyekszünk, kedves nézők, minden témát, amire gondoltunk megérinteni, egyfajta tájékoztatást adni, elmondani a véleményünket a jelenlegi dolgokról, de én azt hiszem még aktuális téma a migráns helyzet, mert hát azért csak január 2. fele van, és akkor még az igen, pezseg a vére meg a gondolatok, főleg a Németországban a kölni és az egyéb nagyvárosi események miatt, hogy erre a kérdésre keresnék a választ, hogy látod ezt a migráns kérdést, de utána még haza is térünk, mert azért itthonról is van egy-két információ. Hát igen, mert Kiskolosson is történtek sajnos ezzel kapcsolatban sajnálatos események. Hát megmondom őszintén, hogy annyira nem lepett meg engem a kölni események. Biztosan emlékszel rá, hogy mi a korábbi műsorban én említettem neked, dr. Ellen Wattnak van egy ragyogó előadása, Sokkolás és félelemkeltés címmel. Na most nézd, ez, ami történt, akkor szilveszterkor tökéletesen rá lehet illeszteni. Sokkolás és félelemkeltés. Mi is történt valójában? Gátlásnál befogadtak, illetve több százezer migránsot Németországba. Most külön egyelőre Angela Merkel politikájára nem szeretnék kitérni, de a lényeg az, hogy egy idegen kultúrájú, idegen értékrendszerrel rendelkező migráns áradat lepte el Németországot, és gyakorlatilag kimondhatjuk azt, hogy egyre jobban eszkalálódik a helyzet Németországban, ennek fényes bizonyítéka sajnos a sajnálatos kölni események. Mi is történt? Ugye tudjuk nagyon jól, hogy körülbelül 1000 főre tehető, szervezetten és előre elhatározott módon, akik inzultálták, illetve kirabolták a német nőket szilveszter éjszakáján. Mellette még olyan események is történtek, hogy megerőszakoltak jó néhányat közülük. Gyakorlatilag kimondhatjuk azt, hogy ez a tett sokkoló módon hatott az egész német társadalomra, de nem véletlen, hogy megtörtént. Egyrészt ezek az emberek érett, erős, fiatal hím egyedek, akiknek más az értékrendszerük, ettől függetlenül azért annyira nem hülyék, hogy és tisztában kellett volna nekik lenni azzal, hogy Németországban azért mások a törvények, Európában mások a szokások. Azért ezt ők tudják, nehogy azt itt, hogy nem. Viszont azok, akik a háttérből a szálakat mozgatják, és ezt az 1000 fős hordát, mert nevezzük hordának, amit ők műveltek, szervezetten erre a szilveszteri eseményeken gyakorlatilag Kölnben ezt megtették, és háttérből irányították, azok nagyon is jól tudták azt, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy a társadalomnak a ellehetetlenítése, a társadalom szétverése, a gyakorlatilag egy nemzet államnakban lévő mindennapi életnek a káoszba való taszítása. Félelemkeltés. És sokan elgondolkodnak azon, hogy miért van az, hogy egy rendőrkapitány, vagy a politikusok, mikor erről kellene nyilatkozniuk, nem automatikusan az őket megválasztó német nép oldalára állnának, mert azok azért választották meg a képviselőket, illetve Angela Merkelt,
meg a rendőrkapitányt, és így tovább, hogy kép viselje azokat az embereket, akik őt, neki mandátumot biztosítottak. Erre mi történt? Mellébeszélés, hazudozás, csúsztatás. Ugye mit mondott a rendőrkapitány? Azt mondta, hogy hát kezdve azzal, hogy napokon át eltusolták, és négy napon át gyakorlatilag erről a témáról mélyen hallgattak, elhazudták a dolgokat. Hogy hát igazándiból azok is bűnösök, akik tétlenül szemlélték az eseményeket. Érted? Nem annak az ezer embernek a felelősségét boncolgatta, akik gátlástalanul bűncselekményeket követnek el idegen országban, tetébe abba az országba törvénytelenül jutottak el, minden törvényt felborítva, nem, hanem ő azokkal az emberekkel, most képzeld el önmagadat, vagy én saját magam, hogy mondjuk ott van 1000 ember, felbőszült arab fiatal, késekkel és egyéb dolgokkal felfegyverkezve, és mondjuk állj a német nők védelmére. Hol voltak a német rendőrök? Nekem nem mondja senki azt, hogy nem tudtak arról, hogy szervezett megmozdulás fog történni, hogy nem hallottak arról, hogy mi zajlik folyamatosan, gyakorlatilag órákon át a szilveszteri éjszakában, hogy nőket megbecstelenítenek, kirabolnak, inzultálnak, és így tovább. És mi volt a német rendőröknek a legfőbb eredménye? Hogy az az idős bácsi, akinek a lányát vagy unokáját megerőszakolták, egy baltával elindult a faluból, hogy már pedig ő ezekre rátámad, ezekre a migránsokra. Na, őt letartóztatták. Igen, az volt az első dolguk, hogy ezt az idős bácsit letartóztatták. De azokat, akik, képzeld el, mondjuk te vagy én, elmegyünk mondjuk Szaúd-Arábiába, emigrálunk, és mi kővel elkezdjük dobálni a rendőröket, vagy inzultáljuk a nőket. Másnap már egy fejjel rövidebbek lennek. Valószínűleg fejeznek. Hát lehet, hogy először csak a kezünket vágnák le, de lefejeznek. Akkor egy mondat elejéig még hazajövünk. Jó. Mert Kiskolnason is történtek események az elmúlt napokban, mert ugye rendőrautók, hát nem tudom mennyire, 8-10 biztos, itt is a menekült tábor, vagy hogy magyarul fogalmazok, befogadó központba, amiről kedves nézőnk lehet, hogy nem is tudnak, itt is vannak migránsok, bevándorlók, nem tudom, migráns ez milyen szó, ez nem magyar szó, ugye? Nem. Mert én emigránsról hallottam, emigrációról, de migráns ez valami új, mint a celeb például. Szóval a befogadó központban itt is lázadás tört ki. És ezt 2 percben boncolgattuk a műsor előtt, hogy akkor tulajdonképpen miért is? Légy szíves, ezt meséld el a kedves nézőknek, mert nagyon érdekes. Hát én, hogyha jól tudom, az internet használattal kapcsolatban robban ki a dolog. Na akkor miért, mire kell nekik az internet? Egyértelmű. Tehát... Nagyon fontos, és itt felhívnám a nézők figyelmét arra, hogy az úgynevezett logikus gondolkodás, nagyon fontos a kritikai gondolkodás, hogy mindig próbáljunk a háttérben tekinteni, hogy valójában miért is történt az, ami történt. Tudni kell, hogy ezeket a migránsokat tudatosan, szervezetten küldik Európára, és Európába 100 000 számra. Az a háttérhatalom, amely, már a korábbi műsorodban beszéltünk róla, amely gyakorlatilag az Egyesült Államok, Wall Street környéki bankár családjai körül tudnánk megtalálni a valódi bűnösöket, illetve akik a megbízást adják ezekre a dolgokra, akik szervezik háttérből ezt az egészet, azok a bankár családok, illetve a szervezők interneten keresztül adják le folyamatosan a különböző tájékoztatást ezeknek a migránsoknak. Például okostelefonon keresztül, ha eltévednek, merre kell közlekedni, GPS-en keresztül. Egy idegen országba, hogy a fenébe már, bocsánat, tud oda találni rögtön az első olyan helyre, ahol át tud menni az ország határa. A másik,
különböző tájékoztatást kapnak az ország törvényeivel kapcsolatban. Ki az, aki őket segíti, hova menjenek, hol vannak a csempészautók, akik átcsempészik egyik országból a másikba őket, meddig mehetnek el, kik azok a korrupt, hazug, hazaáruló politikusok, akikhez segítségül fordulhatnak. Tehát ezek mind tudatosan, az interneten keresztül folyamatosan tájékoztatják ezeket a migránsokat. A másik az, hogy ez azért nem úgy zajlik, hogy most mondjuk Tájföldön, ugye 172 országból érkeznek ezek a migránsok, 172 különböző országból, mindenki Szíriával van elfoglalva, meg Afganisztánnal. De tudni kell, hogy a nagy része, közel 90%-a ezeknek gazdasági menekült. Azokból az országokból, amelyeket korábban az Arab Tavasz című műsoron keresztül gyakorlatilag azokban az országokban, Tunézia, Egyiptom, Líbia, és így tovább sorolhatnánk még, illetve az észak-afrikai országokban, ahol szétverték a társadalmat az Amerikai Egyesült Államok, illetve a szövetségesei által. És ezeknek az embereknek, ahol ezekben az országban, ahol káoszt, zűrzavart hoztak létre, ezek a szervezők, mondhatnánk azt, hogy provokátorok, beépített ügynökök szervezték meg ezeket az embereket, és pénzelik őket, tervet kapnak, pénzt kapnak, és egy csomó hazugságot, hogy hát menjetek Európába, ott van a Kánaán. Tehát becsapják őket, pénzzel látják el őket, tervekkel, illetve különböző instrukciókkal látják el, és én már úgy tudom, hogy hadi hajókon szállítják át őket, tehát ekkora tömeget másképp nem lehet, a földközi tengeren, illetve különböző. Tehát ez azért nem úgy történik, mint az egyszerű televízió néző gondolja, hogy mondjuk Joe, a tájföldi családfő gondol egyet, és anyjuk, szedd össze a gyerekeket, hónap indulunk Németországba. Összvérháton, igen. Érted? Igen. Tehát azért ez nem így működik. Arra még vissza fogunk térni, de ha megengedik a kedves nézők, még egy-két mondat erejéig itt maradunk, mert próbáljuk feszegetni a kérdést, és világos, őszinte felvilágosítást adni önöknek. Tehát ugye most hazajöttünk Kiskunhalasra. Meg kell jegyezni, hála jó Istennek, két rendőrünk sérült könnyebben. És itt nekem beugrott ebből a következő dolog, hogy abban a pillanatban, mert hát ugye amikor a cionista világ elétek nyilván egyértelmű az a célja, hogy egy polgárháborús helyzetet, polgárháborút idézzen elő. Nem Magyarországról beszélünk most, hanem mondjuk Németországról, Svédország, Franciaország. Azt hiszem, tökéletes példa. Na most, abban a pillanatban, amikor ez elkövetkezne, hát ha nem, bízunk benne, hogy nem, akkor ugye kivel harcol a tisztességes rendőr, meg az elkeseredett nép? Ugye egymással, mind a két oldal ragyogó. Ki kell jelenteni, ugye jól látom. Az a szűk politikai elit, a holdudóban az a szűk 10%, aki nem lát homályba, vagy oly mértékben megvan vásárolva, félemlítve, és a többi, azért sorolhatnánk még a jelzőket egy darabig, azok meg fölülnek a repülőgépre, egy nagy isten helikopter, és elutaznak a kis szigeteikre, és küzdjön meg egymással a nép. Ugye nem forradalomról beszélünk, hanem polgárháborúról. Tehát én nem tudom, hogy ez elképzelhető-e így, hogy ilyen forgatókönyvek szerint zajlik az egész. Így van. Tehát a káosz, az űrzavar, a félelemkeltés mind azért történik, hogy gyakorlatilag egy polgárháborús helyzetet alakítsanak ki. Németországban félig meddig már az van. Tehát, hogyha beletekintünk abba, hogy a társadalom bizonyos rétegei, illetve a német társadalom nagy része fel van háborodva az eseményeken, és több százezer közel, vagy most már jól tudom, több mint 1 millió migráns tartózkodik Németország területén, ez már gyakorlatilag polgárháborús helyzet. Ausztriában például tömegével vásárolják a fegyvereket. Nem tudom, ha hallottál. Németországban is. Németországban is. Én úgy hallottam, igen. Tömegével vásárolják a fegyvereket. Na most itt az alapvető problémát abban látom, hogy a politikusok, ugye, akik képviselők is egyben, ezek a politikusok, legyenek azok
akár hazai, akár külföldi politikusok, tisztelet a kivétellel, a nagy részük, meg, ahogy te mondtad, eladta a lelkét, pénzért eladta a lelkét. Illetve ezeket a politikusokat, beleért a Merkel, a Angela Merkel, bocsánat, Merkel, Angela Merkelt és a többit, akár a francia elnököt, vagy a többit, Camerontól kezdve a angol miniszterelnökig, ezek mind a Bilderberg csoport, a Trilaterális Bizottság vagy a Külkapcsolatok Tanácsa által lett kinevezve. Ez azt jelenti, hogy ők nem önmaga urai, ők csak bábok. A valódi hatalom ezeknek a háttérhatalmi csoportoknak a kezében van, akik ezeket a politikusokat kinevelték, kitanították és oda helyezték ezekbe a hatalmi pozíciókba. Tehát trükkös választások által. Na most hát nem is nagyon kellett trükközni, mert mondjuk Angliában van a munkáspárt, meg a tórik, na most az egyik élén is az ő emberük áll, meg a másik párt élén is az ő emberük áll. Mondani, az A csapat, meg a B csapat. A csapat, B csapat, de az Egyesült Államokban ugyanígy van, de sajnos ki lehet mondani, hogy nálunk is. Annyiban egy kicsit színesebb a helyzet, hogy nem két csapat van, hanem négy csapat van, a színen A, B, C, D csapat. Tehát visszatérve, ezek a politikusok korrupt, gerinctelen, nem a nemzetét képviselők politikusok. Hát gondolj csak arra, amikor Angela Merkelt megválasztották, egy német férfi német zászlóval fölment a színpadra. Hát mai napig az interneten ott vannak a képek. Angela Merkel fogta, kiszedte a kezéből és félredobta a német zászlót. Tehát ez is kifejezi, hogy ők nem nemzetben és hazában gondolkodnak, hanem internacionalizmusban, globalizmusban, nemzetek fölötti társadalomban, amelyre őket tanították és gyakorlatilag kiképezték. Ezért van a sok mellébeszélés, hazudozás, csúsztatás a különböző politikusok részéről, akár Franciaország, Németország, Anglia, vagy a többi. Svédországban a rendőrök nem regisztrálhatják a különböző migránsokat, mert hogy az sérti a jogaikat. Közben svéd nőket tucat számra erőszakolnak meg, és már gyilkolnak. Már tavaly az első fél évben. Érted? Az igen. Ember esze megáll. És ez mind azért van ez az álliberalizmus, hogy a jól működő társadalmi szerkezeteket szétroncsolják, fel legyen borítva az egész társadalom. Na most itt jön az, amit te mondtál, az oszd meg és uralkodj. Tehát polgárháborús helyzetet kialakítani, társadalmi csoportokat egymással szembe úszítani. Igazándiból, hogyha belegondolunk, jó úton járnak ehhez, viszont egyre több és több ember látja át a helyzetet. Tehát ugye ők arra alapoznak, hogy egyrészt az országok egymásra mutogatnak, ugye? Húha anyád Ausztria, húha anyád Svájc, Németország, ők meg vissza, hogy húha anyád Magyarország, mármint Orbán Viktor és az ő általa vezetett, irányított, szerintem, véleményem szerint helyes migráns politika. Na most itt, ami igazán kibúvót és igazán egy kis halvár reményt látok az, hogy a visegrádi országok, tehát ugye a visegrádi találkozóról, ugye Károly Róbert királyunk által szervezett visegrádi király találkozóról, az úgynevezett elnevezett visegrádi országok, Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország közösen fellép a migránsokkal szemben. Én például nekem nagyon kellemes érzés volt nem messze innen Móra halmon látni azt, hogy közösen, például a munka közben ugye mentek ebédelni a magyar, a szlovák és a lengyel rendőrök együtt. Tehát egyfajta összefogásnak a csírája már látszódik ebben a kérdésben. Szép. Ebben a kérdésben. Tehát én nagyon örülök például a visegrádi összefogásnak. Az más kérdés az, hogy Lengyelország külpolitikája más, ők inkább orosz ellenesek, a történelmükből kifolyólag. Már módosul. Mozdul el. Tehát
Szlovákia például keményen fellép a migráns, Csehország úgy szintén a migráns politikával szemben. Orbán Viktor politikáját megismerjük ezzel kapcsolatban. Na most az más kérdés, hogy Orbán Viktor, illetve a jelenlegi kormány miért ilyen kemény és határozott politikát folytat Magyarország védelmében a migráns politikával, tehát a migránsokkal szemben. Nyilvánvaló, hogy mivel a politikusok, ugye már régóta beszéltünk erről, és több műsorban már közösen erről beszéltünk, a mindenkori politikus az egy báb. A valódi hatalom nem a politikusok, illetve a különböző erők kezében van, hanem a valódi hatalom a gazdasági hatalom, amely a háttérből irányítja ezekkel a háttérhatalmi erők segítségével. Tehát az, hogy a jelenlegi kormány ilyen döntéseket hoz, és ilyen határozott, számomra pozitív döntéseket hoz a migráns számára döntéseket hoz, abban az is benne van, hogy a háttérből bizonyos háttérhatalmi erők ilyen irányban támogatják, és ilyen irányba inspirálják. Mondom, ez egy más kérdés, de nyilvánvaló, hogy ez is közrejátszik a dologban, hogy ilyen bátran fellép, és... Magyarul engedélyezik? Engedélyezik bizonyos háttérhatalmi erők. Uh-huh, azért uh-huh. Tudjuk nagyon jól azt, hogy Magyarországon vannak olyan csoportok, akár politikai, akár vallási szempontból, amelyek komoly gazdasági, politikai erőt képviselnek, és ezek számára igencsak kellemetlen az iszlám, arab kultúrá, hogyha elterjedne. Magyarországon is döntő befolyás szerezne. Gondolom sejted, igen. Kikre gondolok. Még egyetlen egy mondat erejéig maradjunk itt, csak azért, hogy a kedves nézők is még tisztán lássanak. Ugye január 15-ig Németországban 52 ezer migráns regisztráltak. Na most a számok megtévesztek, kedves nézőink, mert Németországról van szó január 15-ig. Na most tessenek hozzátenni azt, hogy mennyien jöttek be azon fölül, regisztráció nélkül, ilyen-olyan csatornákon átmászták a kerítést, bebújtak a föld alatt, mennyien jöttek be a földközi tengeren, Olaszországba, Spanyolországba. Tehát attól függetlenül, hogy mi helyzetünk most stabil, és erre még később is ki fogok térni, hogy mit mondott egy angol politikai szakértő, stabil, ettől függetlenül ömlenek be. Tehát ettől függetlenül nagy valószínűség, úgy gondolom, de mondta, hogy ha nincs igazam, megpróbálják kiegyenlíteni az erőviszonyokat, a háttérhatalmi ágazat, hogy minél nagyobb legyen a durranás, minél tovább húzódjon el, és akkor megyünk is tovább utána a témába. Szerintem így lehet ez. A valódi gyökereket kellene itt megkeresni. Na most igazándiból mindannyian tisztában vagyunk, illetve nagyon sokan, akik ezt a műsort nézik, hogy azok, akik kiadják ezeket az utasításokat, és a háttérből irányítják ezt a folyamatot, azoknak a háttérbe szorítása, illetve mondhatnám azt, hogy felelősségre vonása, vagy esetleg olyan szinten befolyásolása, hogy ez a tragédia, tragikus folyamat ne menjen tovább, illetve hogy vége legyen, az borzasztó nehéz. Ugyanis hát tudjuk nagyon jól, hogy valójában a világunkat ők irányítják. Ez a sátánista, lelketlen, szívtelen, erkölcsileg... Ennyire adják a politikusok a lelküket? Igen. Igen, és itt nem csak a politikusokra gondolok. Ez úgy van felépítve, mint egy piramis. Egy piramisszerűen. Tehát ugye van a politikai hatalom, a politikai hatalom fölött van a gazdasági hatalom, és legfelül pedig egy okkult hatalom. Na most valójában ez az okkult hatalom irányítja a gazdasági hatalmat is. Ő ad ki instrukciókat. Az irányokat kijelöli. Irányokat, politikai irányokat. Tehát az, ami most történik, szerintem már évtizedek óta ott volt a tervezőasztalon. Ez tudatosan meg volt szervezve, előkészítve, hát nyilvánvaló, hogy az egész arab tavasz
című játék ezért zajlott le, ezért történt, hogy utána ezt a migráns áradatot Európára tudják zúdítani. Mert ha egy országban normális, tisztességes, kiegyensúlyozott körülmények vannak, mint amikor mi például voltunk 2000-es évek elején Tunéziába, Egyiptomba, és így tovább, akkor eszük ágába sincs az embereknek, hogy ők Európába menjenek. Ahhoz egy társadalmat szét kell venni, egy országban ki kell létbizontalanságot kell biztosítani, és így tovább. És Kadhafi vagy Mubarak, csak ezt a két nevet mondom, igenis rendet tartott a saját országában, és azok az emberek, mondhatnám azt, hogy jól érezték magukat, tehát elvoltak, hozzá voltak szokva ehhez a úgynevezett diktatórikus irányításhoz. Na de hát kérdem én, azt mondják, hogy nálunk demokrácia van, meg szerte a világban a nyugati felén tér föl. Nem. Ez az európai, nyugat-európai típusú demokrácia, ez már rég nem demokrácia, ez a pénz diktatúrája. De hát ez már egy másik téma. Igen. Magyarországon is ez lehet a helyzet. Független attól, hogy azt egyet értettünk és leszögezhetjük, hogy tényleg a magyar úgymond külpolitika, migránspolitika az példaértékű Európában, mert erre fogok majd, nem fogom elfelejteni, fogok majd jó példát is felhozni. Na de akkor itt a hazai úgymond gazdaság, termelés, politika, ez mindannyiunknak jó, vagy elképzelhető az, hogy igazuk van azoknak a kritikusoknak, akik azt mondja, hogy 20% tejbe vajba fürdik, mint hogyha mit tudom én, Észak-Rajna, Vesztfáliába élne, és a fennmaradt 80% pedig, hát hogy is mondjam, máról holnapra küszködik, hogy ezt a kérdést te hogy látod? Válasszuk feltétlenül külön a külpolitikát és a belpolitikát. Tehát igen, azért ez teljesen két külön tészta, két különböző asztal. Ugye a migráns kérdés, főleg az uralja most a külpolitikát, illetve Oroszországhoz való viszony, az Európai Unióhoz való viszony, illetve a belpolitika, amiről te beszélsz, a gazdasági helyzet. Na most nyilvánvaló, mivel említettem neked, hogy a mindenkori politikai vezetés, legyen az A csapat, B csapat, C csapat vagy D csapat, irányítva van, és gyakorlatilag bábuként mozgatják őket a háttérből a gazdasági hatalom urai. Tehát a politikai hatalmat, akik biztosítják, egy olyan kereten belül mozoghatnak, amit őnekik megengednek az uraik vagy a gazdáik. Na most nyilvánvaló, hogy a belpolitikát tekintve, akár a gazdaságot, akár a kultúrát, akár a művelődés, akár az egészségügy, és így tovább sorolhatnánk, és ezzel nem mentem fel a mindenkori miniszterelnököt, vagy a mindenkori kormányt, csak azokon a kereten belül mozoghat, amit ő neki a háttérhatalom megenged. És a háttérhatalomnak nem érdeke az, hogy egy széles társadalmi, olyan széles társadalmi bázis jöjjön létre, amely gazdaságilag független, és amivel gazdaságilag független, politikailag is független lesz. Érted, hogy mire gondolok? Tehát, hát Széchenyi, Széchenyi a nagy gondolkodónk, a legnagyobb magyar írta meg, igen, 200 évvel ezelőtt, hogy valójában politikailag az független, nem szó szerint így, tehát aki csak az lehet politikailag független, aki gazdaságilag is független. Hát hogy na most őnekik nem érdekük az, nevezzük nevén a gyereket, egy erős középosztálynak a létrejötte Magyarországon. Mert ha Magyarországon mondjuk a társadalom tekintélyes részét egy erős középosztály tenné ki, amelynek rendkívül erős nemzetben és hazában gondolkodó, arról nem is beszél, hogy nemzetben és hazában gondolkodó középosztály, akkor ez kérlek szépen komoly befolyása lenne. Komoly befolyása lenne, és akadályozná a háttérhatalom, a háttérerőnek a terveinek a megvalósítását. Mi az ő tervük? Az ő tervük az, hogy minél szélesebb legyen a társadalom perifériára szorultak, tehát munkanélküliek, nincs telenek, egzisztenciálisan lesüllyesztettek a száma, illetve
A legfelsőbb réteg, ugye? A legfelsőbb réteg arról a 10-15%, tehát a politikai holdudvar, illetve annak a rokonsága és a sógor koma jó barát, amivel hozzájön, ez körülbelül olyan 10-15%-ot tesz ki, hogy ők gyakorlatilag uralják a gazdaságot. Lehet, hogy ő uralja a gazdaságot, lehet, hogy ő milliómos ember, vagy ő kapja a megbízásokat, de egyben fogott is. Tehát gyakorlatilag hiába dúsgazdag, de politikailag nem független. Érted, hogy mit mondok? Most beugrott, kedves nézőink. Vipanyátná? A tanár úr azt mondja, hogy a Gyurcsány Ferencnek ezért kell még politizálnia. Így van. Mert fogva, mert Gyurcsány Ferencnek a bőr alatt is pénz van, most adta el, mit tudom, több mint 1 milliárd haszonnal az egyik vállalkozását, ebben a pillanatban ugrott be. Tessenek úgy venni, hogy ez a vicc része, de azért mégiscsak igazság. Tehát ő neki muszáj politizálni. Tételezzék föl, hogy szellemileg sérült. Nem tudjuk, de tételezzük föl. De akkor is végig kell neki csinálni, mert megkapta lehetőséget arra, hogy lopjon, csaljon, hazudjon, cserébe meg zűrzavart, meg bizonytalanságot kell kelteni a másik oldalon. Jól értettem, tanár úr? Jól értetted, köszönöm Isten. Szépen. Nagyon jó, és akkor gyakorlatilag egy kicsit menjünk a mélyre, a mélyre, mert ugye, ahogy a tisztelt nézők elvárják tőlünk, hogy ne csak a felszínen foglalkozzunk, ne csak a jéghegy csúcsával, hanem egy kicsit mélyebbre, és menjünk a gyökerekhez. Egyes titkosszolgálati információk szerint Gyurcsány Ferencet tudatosan küldték az MSZP-be, hogy azt szétverje. Ez meglepő. Ez meglepő. Bizony, és ez nagyon kell. Nagyon az, hogy ne legyen baloldal, hát nincs ilyen baloldal. Gondolj bele, van. Hát nincs. Nincs. Tehát tudatosan egy politikai erő van. Az más kérdés, hogy kétszer megnyerte, ugye egyszer kinevezték, hogy a Medgyesi helyett. Igen, hát utána meg megnyerte a választásokat. Igen. Utána Medgyesi megkapta a legnagyobb francia szabadkönyves kitüntetést, mert önként átadta a hatalmat, úgyhogy ez egy külön téma. Na, visszatérve, tehát Gyurcsány Ferencet tudatosan küldték, legyen baloldal, én különben utálom az ilyen kifejezéseket, hogy baloldal, meg jobboldal, mert nagy bohózat az egész, egy nagy színjáték, egy színpad, de nevezzük baloldalnak, tudatosan küldték a baloldalra, az MSZP-be, hogy azt szétverje, kérlek szépen. Tehetséges fiú volt. El is ért az eredményét, úgyhogy ha belegondolom. Jó, hát váltsunk témát. Nagyjából azért kaptunk egy kis ízelítőt arra, hogy is működhet ez. Az egész, tehát azt leszögezhetjük, hogy valójában mindenkit madzagon rángatnak, és ha lesz időnk a műsor végén, még visszatérünk, hogy lehet-e valami irányváltás ezzel kapcsolatban, nagyon, nagyon fontos lenne egy nagyon tiszta erő, de azért én még itt a jegyzeteimet nézegetem, azért van még olyan téma, amit meg kell említeni. Neki még az előbb a kultúráról beszélgetnénk, és csak egy-két mondatban röviden. Ugye feltételezem, hogy valamennyien örülünk, mint Magyarországon, magyarok, hogy nyert a Saul fia egy Golden Globe díjat. Én abban nagyon bízom, hogy a következő Golden Globe majd esetleg a pozsonyi csatáról fog szólni, és akkor ott is kapunk egyet, mert a fiúk tényleg tehetségesek ezek szerint, és innen is gratulálunk. Reméljük, hogy ez be fog következni, hanem amit ki akarok hozni belőle, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Golden Globe-ot kapott például Leonardo DiCaprio, aki felajánlotta az őslakosságnak a díjat. Meglepődött az ott lévők jelentős része, a másik oldal állva tapsolt, és stb. Végignéztem. Na most ez onnan ered, hogy valamikor volt a Keresztapa című film. És ez nem a reklám, amelyet kedves nézőink, nézzék meg, valamennyien rengeteget lehet belőle tanulni, Marlon Brando-val a főszerepben. Marlon Brando az egyik, hanem a legnagyobb színész volt az elmúlt időszakban. Ő volt az első, aki nem vette át az Oscart, az nem a Golden Globe volt, hanem az Oscar díjat, hanem egy indián kislányt, egy apacs kislányt küldött fel a színpadra. Én direkt emlékeztetőben megnéztem megint az interneten a mai nap folyamán ezt, hogy fel tudja készülni. Fölkült, elmondta a kislánya
a mondókáját, na természetesen Marlon Brando után nem kapott többet filmszerepet, legalábbis Hollywoodban. Mint Mel Gibson. Mel Gibson, köszönöm szépen. Mel Gibson hány éve lázadt fel a hatalom ellen? Kérlek szépen, ha jól emlékszem, a Passió című filmet körülbelül egy olyan 6-7 éve. De azt már a saját pénzéből csinálta, nem? A Passió című filmet. Igen. És gyakorlatilag, amikor elkészítette a Passió című filmet, akkor figyelmeztették. Tehát akkor már mentek a az már az kémek, mikor ment a forgatás, akkor már gyakorlatilag adta ki információkat, hogy milyen lesz magában a film, és figyelmeztették Mel Gibsont, hogy ezt így ebben formában nem lenne szerencsés, hogyha a Passió így megjelenne. Megtörtént, ami megtörtént, azóta alkoholista, bolond, házasságtörő, stb. Narkós, sorolhatnám még, tehát az öleb média, ugye mi tudjuk nagyon jól, hogy a világ médiájának a 95%-a háttérhatalom kezében van, és a média az hatalom a hatalomban. Ez egy külön műsort, ez egy külön műsort megérne. Pillanatok alatt a sülyeztőbe tette Mel Gibson. No, akkor még egy-két nevet hagy említek, csak az érdekesség kedvéért. Ugye hát a Paul Walkert, hát hogy eltették lából, hogy meghalt, vagy meghalt, gondolja mindenki, amire akar. Nagy valószínűséggel tudjuk az igazságot. Matt Damon szintén az elmúlt hetekben nyilatkozott. Gyönyörű beszédet mondott. Rá lehet keresni a neten, érdemes. Woody Harrelson. Ugye általában rossz fiút játszotta, és ő is. De nagyon sok nagy nevű színész, akit tényleg úgy szájtátva figyeltünk a televízióba vagy a moziba, egyre jobban mocorog bennük vagy ég a vágy, a tisztesség, a becsület iránt, hogy azért mégiscsak ki kéne mondani, hogy is működik ez az egész hollywoodi. De ettől függetlenül, amit ki akarok hozni belőle, hogy ez elindult egy művészágon. Én úgy gondolom, csak lehet, hogy nem kapott még nyilvánosságot, majd böngészjük a netet, hogy a többi társadalmi, akár tudományos területeken is, köztiszteletben a közismert emberek részéről is, hát majd csak megszólalnak az emberek, és kimondják az igazságot a gyerekek, hát ez így nem mehet tovább. El kell, hogy keserítsenek. Pont a Magyar Tudományos Akadémiát akartam példának felhozni. Hát most mondjam azt, hogy akkoriban, mikor a Magyar Nemzeti Bankot létrehozták, nem azért hozták létre, hogy kifossza a magyarságot, a Magyar Tudományos Akadémiát pedig nem azért, hogy elbutítsa a magyarságot. Tehát tudni kell azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia akadémikusai, hát hogy is mondjam neked, gyakorlatilag ilyen csinovnyikok. Nem tudom, ismered ezt a kifejezést. Nem pontosan. Létszeres fejesti. Kérlek szépen, az adminisztrációban, tehát ugye alpecsételő, pecsételő, főpecsételő, egyfajta, ebben a rendszerben egyfajta lépcsőt képviselnek. Tehát magyarán adminisztrátorok, nincs önálló gondolkodásuk, tisztelet a kivételnek, hanem folyamatosan azt a hát úgy mondjam neked, politikailag korrekt témákat hozzák le, illetve tudatosítják a társadalom irányába, amit ő nekik megengednek. Most a politikailag korrekt alatt tisztában vagy vele. Hogy teljesen. Azért mondok van rá az, is. Azért van az, hogyha akár az Alkotmánybíróságot veszük példának, ez is megérne egy külön misét különben, akár a Magyar Tudományos Akadémia adminisztrátorait, vagy parancsvégrehajtóit, lásd Petőfi ügye, emlékezz rá, hogy a Magyar Tudományos Akadémia hogyan tiltakozott ellene, de a mai napig nem hajlandók a pozsonyi csatáról se nyilatkozni, meg sorolhatnánk még jó néhány olyan dologról, ami a magyar történelemben megtörtént, és nyilvánvaló, hogy források alapján történtek meg ezek a dolgok, és ezt források alapján igazolni lehet. Tehát ezek a Magyar Tudományos Akadémiában, vagy akár az amerikai földrajzi és tudományos társulásokat nézzük, ezek
akiknek a főleg a vezetősége, illetve akik ott vannak a Tudományos Akadémiában, csak politikailag korrekt módon hajlandó gondolkodni, és gyakorlatilag, hát... Úgy is mondhatnánk, hogy ragyogó bérencek, nem? Így van. Tehát bérencek, adminisztrátorok, nagyon, nagyon fájó ezt kimondani, de egyelőre ne várjunk változást a Magyar Tudományos Akadémiától, illetve a különböző tudományos szervezetektől, amíg azok az emberek, akik ott vannak, a saját egzisztenciájukért mondhatnánk azt, hogy nagy részük a lelküket eladták. Hát gondolj bele, nem akarom a nevét mondani az illetőnek, aki a magyarság származását, illetve eredetét taglalja. És valahogy így kezdi a könyvét, hogy görbelábú, alacsony, tudatilag fejletlen, agyilag fejletlen, és így tovább volt a magyarság, amely számított. Nem akarom kimondani az illetőnek a nevét, mert hogy hasonló korábban kultusminiszter is volt. Hasonló példát akartam én is, hogy a magyar őstörténettel kapcsolatos témákat, vagy hogy kik is voltunk, honnan származunk. Mert többé-kevésbé sok ezer évre visszamenőleg bizonyítható. Sajnos jeleztek nekem, Tibor, hogy lassan véget ér a műsoridőnk, de még egy témát meg kell, hogy érintsünk, mégpedig véleményed szerint lehetséges-e a középtávon, a jövőben egy új irányváltás, hogy valahogy nem csak a hazánkról van szó, hanem Európáról, a világról, mindenek előtt, ugye értelemszerűen a fehér világról, itt van a legnagyobb káosz, hogy tisztességes, normális emberek kerüljenek befolyásos hatalom közelbe, akik valamilyen szinten azért szolgálnák az emberiséget. Látunk erre megoldást? Van erre irány? Elképzelhető ez, hogy mit kell tennünk a cél érdekében? Én megmondom őszintén, hogy először is a megoldás alapvető rendszer, államforma és paradigmaváltás. Kezdjük a végén. Paradigma az gondolkodás, váltás. Talán a legfontosabb. Aznál a legfontosabb. Tehát az emberek tömegeinek kellene eljutniuk a kritikus gondolkodás szintjére. Tehát, hogyha én például, hogyha este a televízióban bemondják, hogy jó estét kívánok, X, mondjuk lapozgatom a tévét és X csatornába, akkor oda megyek, félrehúzom a függönyt, mert nem biztos, hogy elhiszem, hogy este van. Érted? Na most ezt viccként mondom, de igenis kritikusan kell gondolkodni. Attól, hogy még azt is kritikusan gondolják át, és legyen véleményük arról, amiről mi beszélgetünk itt. Pedig mi hát nyilvánvaló, hogy olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek nem mindennaposak, és nem azon a szinten legalábbis, ahogy általában a nyilvánosság előtt egyes politikusok vagy szakértők erről beszélgetnek, mert ők csak a felszínt mirizgálják. Tehát alapvető rendszer, államforma és paradigmaváltás. A másik, ugye nagyon helyesen említetted, hogy Magyarországot nem lehet önállóként említeni, nem szabad, hiszen az egész világnak, mi ugyanúgy a globális világnak mi részei is vagyunk. Hát először is nyilvánvaló, hogy ezt a sátáni okkult erőt, amely évszázadok óta, vagy már évezredek óta irányítja a világunkat, valamilyen szinten háttérbe kellene szorítani, vagy rákényszeríteni arra, hogy adjon fel azzal a terveivel, hogy az emberiséget gyakorlatilag rabszolgaságba döntse. Mert hát ennek a folyamatát éljük most meg. Tehát az, hogy az európai társadalmakra ráúszítják a teljesen más kultúrával, gondolkodásmóddal rendelkező emberek millióit, ezzel gyakorlatilag az önálló, gazdaságilag és politikailag független nemzetállamokat idézőjelben valamilyen szinten azért már független nemzetállamokat akarják megszüntetni. Tehát miben látom a jövőt? Abban látom az egyik, amit már említettem, hogy alapvető rendszer, államforma és paradigmaváltás. A másik az, hogy az emberiség jövőjét tekintve nagyon fontos Oroszországnak a politikája. Én nagyon félek attól, megmondom őszintén, és nagyon bízok abban, hogy a Putyin, Vlagyimir Putyin által irányított politika, az nem színjáték.
mert akkor nagyon nagy bajba vagyunk. Ha ő valóban komolyan... Akkor vége mindennek. Akkor vége minden. Ha ő valóban komolyan gondolja, illetve Medvegy, ugye az a jobb keze, illetve Oroszország politikája, ugye legutóbb is olvastuk azt, hogy illetve hát innen-onnan információkat lehetett hallani. Arról, amit mi már évek óta, hosszú évtizedek óta tudunk, hogy egy sötét sátáni erő irányítja a világunkat, és ezt meg kell szüntetni. Az emberiség távolabbi jövőjét tekintve pedig, nem tudom, hallottál-e arról, hogy Oroszországban kifejlesztették az ION meghajtású űrjárművet. Igen, sokat nem tudom, emberiség, tehát azért egyik alapvető problémánk, az emberiségnek egyik alapvető problémája most a környezetszennyeződés, az elavult közlekedés, és itt tovább, stb. Nagyon sok mindent, a túlnépesedés. Az emberiségnek már, ha normális ütemben fejlődött volna az űrkutatás, illetve az űrhajózás, inkább az űrhajózást említeném, akkor már rég a Marson, a Szaturnusz holdjain, és itt tovább különböző ilyen kis csoportokat kellett volna, táborokat felállítani, sőt már a szomszédos csillagrendszereknek kellene a határait, már ott kellene lennünk. De valamiért érdekes módon az elmúlt 40 évben szinte egy helybe topog az űrhajózás. Lásd, holdhúzás. A telepek létrehozása, hogy az emberiség a galaxisban egyre több és több helyen keresen lakható helyeket. Vagy kapcsolatokat. Kapcsolatokat, és ott kérlek szépen kitelepülve, új életet kezdve, tehát gyakorlatilag ez is egy megoldás lehetne, szerintem ilyen telepek létrehozása. Na most ez az ION hajtómű, amiről én beszélek, amit már szerintem korábban is felfedezték, csak elhallgatták, ez alkalmas arra, hogy jóval nagyobb sebességgel közlekedjen az az űrjármű, vagy amire felszerelik. Na, legközelebb innen folytatjuk. Szerintem bátran. Igen. Igen, mert hát sok téma elmaradt még, kedves nézőnk, de hát sajnos lejárt a műsoridőnk. Egyenlőre feltétlenül abban egyetértünk, hogyha mi megpróbáljuk a krisztusi utat követni, teli, jó, hát az a végső a csúcs, szeretettel, de kölcsönös tisztelettel, megbecsüléssel, amikről már ugye sokszor beszéltünk a adásainkban. Én azt hiszem, hogy akkor is egy picit ki tudnánk mozdítani a holdpontról ezt a gyalázatos kizsákmányolást, meg ahogy mondottad, volt sátáni hatalmi uralkodást, mert hát sajnos tényleg ideig sietünk, mert évek ezelőtt még azt is szégyeltük, vagy nem nagyon merték kimondani, hogy liberális. És akkor utána jött a neoliberális, aztán a szionista, most meg ott tartunk, hogy valóban sajnos bizonyítható minden. Kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy velünk tartottak ma is. Remélem, hogy megint egy kicsit tudtunk beszélgetni, okosodtunk, erről arról tudtunk tanácsot adni. Tibikém, neked nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ahogy ígértem, onnan folytatjuk az orosz kutatásokról. Fogunk majd legközelebb egy beszélgetést tartani, de parancsolj, még egy, szót, még annyit szeretnék mondani a kritikai gondolkodáshoz. Ugye az egyik megoldás ugye arról volt szó, hogy beszélgettünk, hogy alapvető rendszer, államforma és paradigma váltás, tehát új gondolkodás. Olyan tömegekhez kellene eljutni, vagy olyan tömegeknek kellene már kritikai módon gondolkodni, és átlátni, hogyha egyszer már átlátja az, hogy mi zajlik a háttérben, akkor már csak nevet az egészen, és na már megint be akartatok csapni, már megint. Tehát nagyon fontos az, hogy a tömegek ebből a mátrixos kábulatból kilépjenek. Világból, és tehát ne tudja már manipulálni ilyen szinten az emberek tömegeit a háttér alatt. Igen, és ez a nagyon média. Jó gondolat. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok. Köszönjük még az záró gondolatot. Isten áldja a nézőket, és téged is. Így, ahogy mondod. Köszönjük szépen. Viszontlátásra, kedves nézőink, találkozunk egy hét múlva. Mondja meg, hogyan kell élnem, apám azt mondta, ne bánts mást, valaki látta, hogy bántott.